hitéletmai műsorában a Kárpát-aljai Görög-Katolikus Egyház rendezvényébe engedünk bepillantást. Házaspárok számára szervezett tartalmas hétvégét Makkos Jánosiban a Görög-Katolikus Ifjúsági Szervezet. Özvegyek és egyedülállóak lelki napja Karácsfalván. Szent György Kupa, ifjúsági sportnap Tiszapéterfalván. Szeretettel nem lehet megverni valamit. Második alkalommal rendezett házaspárok hétvégéjét Makkos Jánosiban a Görög-Katolikus Ifjúsági Szervezet. Az eseményre jelentkező házaspárok 3 napon át előadásokon és gyakorlati feladatokon keresztül nézhettek szembe a házas élet kihívásaival. Az előadásokat és a csoportok feladatait Ábrám Krisztián, csepei görög-katolikus áldozópap állította össze, aki feleségével együtt vezette a foglalkozásokat. Család évéhez kapcsolódóan nagyon fontosnak tartottuk, hogy legyen lehetőség csak házas párokkal együtt lenni, velük beszélgetni. Egyrészt, hogy megerősödjenek a házasságukban, olyan nehézségekre vagy problémákra tudjanak ráfókuszálni, vagy egyszerűen megérteni, amelyek talán otthon tabuként vannak jelen, vagy amit nem is tudatosítottak magukban. És gyakorlatilag ez a 2 nap arról szólt, hogy átgondolják, hogy az ő házasságukban mi az, amin változtatni kellene, fejlődni, illetve... De amikor úgy érzékeltem, hogy most ez megérintette őket, akkor párbeszéd jelleggel folytatja tovább. Annak ellenére, hogy a jelenlévők között elég nagy generációs különbségek voltak, rendkívül jól összeházódott a csoport, voltak nyugdíjasok, voltak egészen fiatal házasok, őszintén, bizalommal telve tudták megosztani a többiekkel a saját házasságuk tapasztalatai, örömöket is, de nehézségeket is. Tehát egy rendkívül jól működő csoportdinamikát érzékeltem a részükről. Témánként haladtunk, beszélgettünk elég sokat arról, hogy a személyiségünk hogyan áll össze. Ennyi minden van, például itt vannak ezek a székek, szerepekként is tudunk erről beszélni, ami egy embernek, egy nőnek vagy egy férfinak az életében jelen van. Hányféle szinten kell megfelelni. És ugye ennek csak az egyik szegmense, hogy az illető feleség, vagy anya, vagy valakinek a gyermeke, testvére. Tehát mindarról, ami egy embernek az életében akár tudatos, akár nem tudatos, de jelen van, és foglalkozni kell vele. Nyilván ezt igyekeztünk továbbvinni a férj-feleség kapcsolatára is. Érintettük féltékenységet, szeretet kifejeződéseit, az őszinteséget, hogy hogyan kell megfogalmazni azt, ami az én valóságos, reális problémám a másikkal szemben. Hát rengeteg dologról beszéltünk, aztán így haladtunk egyre előrébb. Imádkoztunk is az Istenszülő Szűz Máriához. Megnéztünk egy filmet is, amit aztán kielemeztünk. Picit a koronáim is volt a film, mindannak, amiről eddig beszéltem, illetve közösen beszéltünk. 2016-ban volt először megtartva a házaspárok számára ez a program. Hát a gondviselés úgy rendezte, hogy azt is én vezettem. És most kaptam egy olyan visszajelzést, ami hát ilyen nagyon pozitíve érintett, egy házaspár elmondta, hogy amit akkor feladatként adtam, ezt ők 3 éve végzik, és ez milyen nagy töbletet jelent az ő házasságukban, illetve az Isten kapcsolatukban is. Ha össze szeretném foglalni, hogy miről is volt szó az elmúlt 2 napban, akkor azt úgy tenném, hogy hogyan lehet jól, egészségesen, boldogan, szabadon és örömmel élni a házasságban. Igyekeztem felhívni a figyelmét a házastársaknak azokra a veszélyekre, amelyek ugye eltávolíthatják egymástól őket. Erről beszélgetünk csoportfoglalkozásokon is közösen.
Beszéltünk személyiségekről, nő, illetve férfi alapvető különbségeiről, hogyan van a személyiségünk összerakva, arról, hogy hogyan kell tanulni, illetve egyre jobban kifejezni azt, hogy mit érzek, vagy hogyan látok valamit, mit jelent az együttérzés, a bizalomról, féltékenységről, sok-sok mindenről, ami újabb kérdéseket vetett fel bennük. Végeredményben azt gondolom, hogy elég jól át tudtuk beszélni azokat a témaköröket is, amely talán otthon sok házaspár számára tabu, vagy egyáltalán fel sem merült beszélgetési témaként. A harmadik nap végén a házaspárok megerősödve térhettek haza otthonaikba, olyan tudással és tapasztalatokkal gazdagodva, amelyek nagyban segítik őket házasságuk megtartásában és fejlődésében. Az ifjúsági szervezet második alkalommal rendezi meg ezt a hétvégét ilyen formában. Nyilván a kerületen belül más rendezvények is vannak, amik házasokat szólítanak meg. Ilyen formában, hogy egy kényelmes szállodában, egy olyan légkörben, ahol tényleg a férj feleség együtt tud lenni, félretéve az otthoni feladataikat, gondjaikat, és egyfajta vezetést kapnak hozzá. Ilyen formában ez második alkalommal valósul meg, és a visszajelzéseket látva azt hiszem, hogy nem tévedtünk el nagyon. Tehát az a pozitív visszajelzés, ami a házas pároktól jön, konkrétan ami tőlük származik, ahogy Krisztián atya is említette, az, hogy megerősít abban, hogy ez a forma, hogy ez a megoldás igenis hasznos, nagyon hasznos a házas párok számára. A fiatalok, az ifjúság ügyét nézem, azt hiszem, hogy a család ügye az a legfontosabb. Tehát, ha egy fiatal számára segíteni akarunk, akkor ha a családokat segítjük, akár az ő családját, hogy felkészítsük a családi életre, vagy a család értékeire, vagy abban a családban, amelyben él, annak bármilyen értéket tudunk közvetíteni, azzal a fiatalok ügyét is segítjük, hisz, még egyszer mondom, tehát a legfontosabb a fiatal számára a család. Kicsit az imádságunkba is belefoglaljuk a Jóistenek a gondoskodását, kérjük arra, hogy van egy anyagi vonzata is ennek, hogy jövőben is sikerül megvalósítani, és bízom benne, hogy Jóisten gondoskodik erről, hiszen rengeteg pozitív visszajelzés van. Tehát az, hogy láthatok egy 40 éves házaspárt, akik úgy teljesen feloldolva tudnak beszélni a saját maguk kapcsolatáról, jó mintát mutatnak nekünk, és ugye egy jelzés a mai világban, ahol talán az házasság értéke nem olyan fényes, mint ahogyan szeretnénk. Ezek a házaspárok, hogy az ő mintájuk, azt hiszem, hogy érték lehet számunkra is, és a környezetük számára. Őket megerősíteni az egy nagyon fontos dolog. A programot a görögkatolikus ifjúsági szervezet rendezte, és a Betlen Gábor alapkezelő ZRT támogatásával valósulhatott meg. Bölcsesség az hívő, a Beregszászi görögkatolikus magyar esperesi kerület szervezésében özvegyek is egyedülállóak számára tartottak lelkinapot a karácsfalvai Sztojka Sándor görögkatolikus líceumban. Az eseményen közel 100 hívő vett részt a kerület településeiről. A lelkinapot Pőszer Roland mátyfalvai görögkatolikus atya szervezte. A Jóisten az, aki segít abban, hogy megfeleljünk annak a küldetésünknek, feladatunknak, amire megkértek bennünket. A lelkinapon Rácz István, Sáros Oroszi római katolikus plébános tartott előadást. Beszédében István atya kiemelte, a mai korban megtapasztalható gyakori nehézségek, az egyedül lét és a magány. Az atya arra is felhívta a figyelmet, hogy Krisztus mindig ott van az elesettek mellett, és átsegíti őket a nehéz időszakon. A lelki nap az mindig arról kell, hogy szóljon, hogy az ember lelkileg feltöltődjön, valamit hazavigyünk, és valamit tanuljunk is. Úgy gondolom, hogy nem csak a papokra érvényes az a mondás, hogy a jó pap holtig tanul, hanem minden emberre.
híveimnek azt szoktam mondani, az ember, míg ember, mindig tanul, és tanulhat, ha akar. Aztán elkezdtem gondolkodni, rögtön próbáltam arra koncentrálni, hogy özvegyek és egyedül állóak, és nekem rögtön az evangéliumi rész jutott eszembe, amikor az Úr Jézust Mária, József felviszik Jeruzsálembe, és ott találkoznak az Aksimeonnal és Annával, akik ugyanabban az időben mennek fel. És az ők személyük ugrott be, hogy ők azok, akik kitartottak ugye a Jóisten mellett, imádsággal, bőte, állandóan a Jóisten szolgálták, és itt rögtön Anna jut eszembe, aki férjhez ment, de már nagyon hosszú időt élt özvegyen, de ennek ellenére, hogy korán elvesztette ugye ő is a férjét, ennek ellenére soha nem hagyta el az Isten házát, a Jóisten, hanem mindig imádsággal kapcsolódott, imádságban volt az Istennel. A lelki nap folyamán meghívott gyóntatók biztosítottak lehetőséget a résztvevőknek a szent gyónás elvégzésére. Az egésznapos lelki feltöltődés szent liturgiával zárult, amelyben a jelenlévők hálát adhattak az együtt eltöltött napért, valamint imádkozhattak élő és elhunyt hozzátartozóikért. Azért, hogy lássanak benneteket, így semmi utalom nem vár rátok mennyei atyátoknál. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne kürtöltesd magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógában és az utcán, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat, te úgy adj alamizsnát, hogy ne tudja a bal kezed, mit tesz a jó. Így alamizsnát titokban marad, és atyád, aki a rejtekben is jár, megjutalmaz. Amikor imádkoztok, ne tegyetek úgy, mint a képmutató, akik az emberek szeme láttára szeretnek imádkozni a zsinagógában, meg az utca sarkon, hol mutogassák magukat. Bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat. De amikor imádkozol, menj be a szobába, zárd be az ajtót, s imádkozzál titokban mennyei atyádhoz, s mennyei atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz. Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogyha ömlik belőlük a szó, nyomban meghallgatásra találnak. Ne utánozzátok hát őket, tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek. Ti így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a neved. Jöjjön el az országod, legyen meg az akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, bocsáss meg vétkeinket, amit mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól. A beregszászi esperesi kerület Szent György nagyvértanú emlékéhez kapcsolódóan minden évben sportnapot rendez. Az idén Tiszapéter falván a Fényes Hét szombatján került sor az eseményre, ahol párhuzamosan folytak a fiúk és a lányok megmérettetései. Elkészülni! Vigyázz! Vigyázz!
lányok különböző sportrendezvényeken és vetélkedőkön vettek részt. Számukra érdekes, izmokat megmozgató és sokszor adafurtságot igénylő versenyszámokat állítottak össze a szervezők. A hat lánycsapat közül végül a mágyfalvaiak diadalmaskodtak, őket a batáriak követték, a képzeletbeli dobogó harmadik fokára pedig a tiszaújlaki lányok állhattak fel. A lányok küzdelme a fiúkat nem hatotta meg igazán. A 11. kerületi sportnapon ők a futballra összpontosítottak. A torna népszerűségét jelzi, hogy a focikupára 12 csapat nevezett be. Nagy volt a küzdelem. A srácok mindent beleadtak azért, hogy tetszetős, átgondolt játékkal felülkerekedjenek ellenfelükön. Persze a szurkolók részéről a biztatás sem maradt el. Ennek ellenére ordító helyzetek is kimaradtak. Más szóval néha zavaró volt, hogy a labda pattogni is tud. A játék szert a mágyfalvai csapatnak sikerült legtöbbször az ellenfél hálójába juttatni. Ők lettek az elsők. Az ezüstérmet a batáriak vihették haza. A bronzot jelentő serleget tiszaújlak csapata érdemelte ki. A görögkör és az ortutai elemér görögkatolikus szakkollégium szervezésében rendeztek sírlepel kiállítást a beregszászi magyar főiskolán. Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskola rektora kiemelte, a görögkör élen jár a programjaival az általa képviselt görögkatolikus vallás bemutatásában. Kötelességünk, hogy Rákóczi szellemiségében minden Kárpátalján élő népnek, nemzetiségnek, felekezetnek megadjuk a teret ahhoz, hogy önmagát megmutatva hozzájáruljon ahhoz a békéhez, ami ezen a területen évszázadok óta él és működik, ami nem jellemző a világ többi részére. Remélem ez a mai alkalom is ehhez fog hozzájárulni, hogy ezt az egymásra találást, egymás tiszteletét szolgálva tovább vigyük azt a nyugalmat, ami ránk, kárpátaljaikra jellemző, és ami az itt élő összes nép mély vallásosságából fakad. Előadásában Barta Elek, a Debreceni Egyetem professzora kiemelte. A síri lepel a görög-katolikus szertartásban használt szakreális tárgy, a halott Krisztus textíliára hímzett vagy festett ikonja. Minden ünnepnek van egy sajátos, elsősorban az adott ünnepre jellemző tárgyi kultúrája. Ahogy a karácsonynak a karácsonyfa, ahogy a nemzeti ünnepeknek akár a kokárda, vagy a nemzeti színű lobogó, ugyanígy a húsvét ünnepéhez is tartoznak olyan tárgyak, amelyek elsősorban erre az ünnepre jellemzőek. Ezek közé tartozik a bizánci egyház, a görögkatolikusok liturgikus hagyományában a sírleppel vagy a plassenyica is. Persze más egyéb tárgyak is kapcsolódnak a húsvéthoz, ide tartoznak a húsvéti nyulak, nem csak tárgyaknak tekintjük őket természetesen, de ide tartoznak a csokoládéfigurák, ide tartozik a szentelt ételeknek az együttese, bizonyos olyan ételféleségek, amelyeket elsősorban húsvétkor szoktunk csinálni, ide tartozik a hímes tojás is, hiszen ennek több ezer éves hagyománya van. Ezeknek a tárgyaknak a körében a plassenyica vagy sírlepel liturgikus funkciót hordoz, része az egyházi gyakorlatnak, és hát kapcsolódik a magán embereknek a hitéletéhez is, amikor a templomba belépnek, tehát hogy ez közismert azoknak a körében, akik a plassenyicát mint olyat használják. Itt ezen a kiállításon ezekből a tárgyakból láthattunk egy nagyon szép összeállítást. A kiállítás anyagát a beregszászi magyar görögkatolikus esperesi kerület templomaiban ma is használt sírlepleiből állították össze. A legrégebbi a 19. századból származik. A tárlat központi eleme egy virágokkal feldíszített, a görögkatolikusok nagypénteki Krisztus sírbatételi vecsernyéjén használt plassenyica volt. Ez a lepel azt sugallja, hogy a halállal nincs mindennek vége. Az Isten azért jött el, azért hagyta ránk ezt a darab szövetet, hogy elmondja, a halál csak a kezdet, és azt, hogy ő végtelenül szeret bennünket. A tárlatot szervező görögkatolikus főiskolai lelkészség vezetője párhuzamot vont Krisztus feltámadása
és a Munkácsi görög-katolikus egyházmegye újjáéledése között. Marosi István elmondta, a kommunisták az egyházmegye működését 70 évvel ezelőtt tiltották be, és 30 éve újjászületett. Ha ránézünk egy plasenicára, akkor a halott Krisztusnak a megfestett alakját láthatjuk. Ennek többféle szimbolikus értelme van. Az egyház életének is vannak időszakai, amikor vértanúságban éli meg ezeket. Számos olyan hagyományunk és számos olyan történelmi időszakunk van, amikor ez a test újjáébred. Krisztus föltámadt, és az egyház is a föltámadt Krisztusnak a képviselője itt ebben a világban. A sírileplet a görög katolikusok a nagyszombati feltámadási szertartáskor az oltárra helyezik. 40 napig Jézus mennybe menetelének ünnepéig maradott. A rendezvényen görög katolikus nagybőti eledeleket is bemutattak, ezekről Pőszer Roland mátyfalvai görög katolikus pap tartott ismertetőt. Az imént az asztalon látott ételek, azok mind-mind ilyen hús és tejes és tojás nélküli ételek, amelyeket megpróbáltunk bemutatni, és megpróbáltunk minden megtenni azért, hogy a hívek, a vendégek ezeket lássák, ezeket megkóstolják, és magukkal hazavigyék. Igazából a böjt az a lelki lemondásról is szól, nem csak a testi lemondásról, és nagyban hozzájárul ahhoz, hogy odafigyeljünk egyrészt önmagunkra, odafigyeljünk arra, hogy igenis a böjt az nem egy fogyókúra, nem egy olyan dolog, amit ezt most nekem a fogyás miatt kell megtennem, hanem amiatt, mert valamit szeretnék az Úristenért, a hozzávaló közeledésért megtenni. A mátyfalvai görögkatolikus egyházközség több olyan eledelt is elkészített és bemutatott, amelyet a hívek az egyház által előírt 40 napos böjt során fogyasztanak. Krumplilevesektől, passzújlevesektől kezdve, végezve mindenféle társákkal, másodiknak derejék, tésztás eledelek, minden. Nagyon sok mindent tanultunk még a nagymamáktól, a anyutól, a szülőktől. A bemutatót követően mindenki megkóstolhatta az ételeket.